Az érsekatya Tibor katolikus plébános nevezte ki Páfi Péter mentorának, aki most végzi a diakónus képzés gyakorlati részét, így a szentelési kiskörösön. A helyi katolikus gyülekezetben tölti ezt az időt. Péter bár akasztónél nem innen származik, így még ismerkedik városunkkal. Nagyon jó együtt dolgozni Tibor atyával. sok feladatot rám bíz, sok feladattal megbíz, jó könnyű a kommunikáció köztünk mind a két irányból. A kiskörös városát négy éve ismerem, mert nem akasztójak vagyunk, hanem Szegedről jöttünk, így, így a kiskörösieket is igazából én is most kezdem megismerni. Pálfi Péter nem papságra készül, hanem állandó diakónus lesz majd, hiszen a családi élet mellett vállalta ezt az egyházi szolgálatot. A felszentelést követően pedig az ige liturgiában, a szeretett szolgálatban áll majd a hívek segítségére. Péter elmondta, hogy felnőttként indult el a Krisztusi úton. Én felnőtt megtérő vagyok, gyerekkoromban megkereszteltek, és fiatal felnőttként a feleségemmel együtt döntöttünk úgy, hogy, hogy elindulunk a Krisztusi úton. Kerestük Isten jelenlétét az életünkben, és egy katekumen felnőtt felkészítő csoportba találtuk magunkat, majd egy nagyon jó közösségben, egy világi jezsuita közösségben, ami megerősítette a hitünkben. És ezt követően 2013-ban, amikor a, a Kurzió kurziót elvégeztem. Ez az egyházon belül a világiak által szervezett kis lelki gyakorlatos hétvége, háromnapos felkészítő hétvége. Akkor jöttem rá, hogy nekem sokkal több feladatom van érzésem szerint, mint hogy vasárnapról vasárnapra szentmisére járni. Ezt követően elkezdett minisztrálni, majd 2019-ben egy lelki gyakorlat által megerősítést kapott, így elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főiskolán a katekét a lelkipásztori munkatársképzést, ezután pedig a diakónus képzés következett. A képzésen az egyik nagy feladatunk egy pastorális projekttervnek a készítése volt, és én a Minisztráns Akadémiát választottam, és ezt szeretném megvalósítani, ami október második felétől indul. Ezt meg kell valósítani, ezt dokumentálnunk kell, ez a képzésnek a része, de bízom benne, hogy ez a képzésen túlmutatóan a fiatal minisztrásoknak egy olyan lelki és közösségi élményt fog nyújtani, ami megtartó erről lesz, illetve új minisztrásokat tud majd bevonzani a templom életébe. Pálfi Péterrel liturgián és Szent rendszeresen találkozhatnak a gyülekezet tagjai a kiskörösi római katolikus plébánián.